korábban mi is megnéztük a spritmonitor.de oldalon, hogy mennyit fogyaszt ez a három típusú ezzel a motorral, de hát az nyilván nem egy jó cikk alap, hogy meg hogy lehozzuk azt a három sort, szeretük volna mi megmérni, és megnézni azt, hogy a technika fejlődésével tényleg csökkente az autók fogyasztása. Tehát ugye a Fabiának a gyári átlagfogyasztása biztos, hogy alacsonyabb, mint az Opel Corsa-é, annak ugye 5.9, 5.8, 5.9, akkoriban még nem optimalizálták ennyire a motorokat, a Swift idejében pedig ez egy 99-es autó. Itt pedig aztán végképp nem számított, hogy mennyi az autónak a szabvány szerinti fogyasztása, itt még nem trükköztek ezen olyan sokat. Tehát nagyon meg lennék lepve, hogyha a valós fogyasztás az tényleg a szabványos adatokat tükrözni. A Swiftben még egy központi befecskendezős motor van, ugye ez egy egyszerűbb keverékképzés, nem olyan fejlett, mint a Corsa-é, ami egy hengerenkénti befecskendezős motor már, szintén három hengeres és egy literes. És nagyjából ezt a technikai nívót, hogy nagyon-nagyon sokban a Volkswagen Up-ból átemelt motor sem haladja meg a Skoda Fabiában, viszont itt a legerősebb, a Swift 53 lóerős, a Corsa ebben a verzióban 58, később lett egy 60 lóerős változata a facelift után, a Twinport verzió, az XRP motorkódú, a Fabia viszont 75 lóerős, ugye ebből is készül egy 60 lóerős verzió, de a tesztautót a 75 lóerős hajtja, ami ha a menet teljesítményekben nem is feltétlenül domborodik ki, de egy ilyen Fabia és a Swift között gyakorlatilag autóként szerintem nagyobb a különbség, mint egy új 7-es BMW és a Fabia között. A Swift közben, amikor beültem, az volt az érzésem, hogy itt van az összes ablaka, és mind az öt ajtaja, de nem erről van szó, ennek a szigetelése az egyszerűen ilyen, pedig egy egészen fényes C-korzából ültem el. De a két autó között azért vannak különbségek. Cérnavékű kormánnyal, klasszikus 80-as évek második feléből származó bajuszkapcsolókkal. 1000-es motor, 53 lóerős, de ezzel a súlyjal olyan paprikás és tényleg kifejezetten jól megy. A váltó az ragadós, nehezen kapcsolható már. A kuplók is egy kicsit cserére szorul lassan, tehát ott is azért meg kell nyomni. Nagyon meg lennék lepve, hogyha nem a Suzuki nyerné ezt a mai összehasonlítást, de hát tényleg azért jöttünk el, hogy ezt tényleg megmérjük, és nem pedig elméleti alapon találjuk ki, hogy melyik autó a legtakarékosabb a három korszak három hengereseiből. Elnézve ezt a három autót, ameddig lesz olyan ember, aki vállalja a Swift-tel járó kompromisszumokat, mert azért egy ilyen autóval közlekedni a mai forgalmi sűrűségben a többi autó erejéhez képest igenis egy komoly kompromisszum. De minden esetre ez az autó technikailag, ha el nem rozsdásodik, szerintem bármelyik másikat túl fogja élni. Ez az autó egy 2003-as évjáratú 1 literes benzines, ugye ez még nem az E12 XRP, hanem a sima nem Twinport 1 literes benzines motorú kocsi, tehát 58 lóerős. Ebből a 2003-as évjáratú C-korzából létezik egy ennél takarékosabb verzió is. Az Ecolt Easytronic váltót kapott, ami egy ilyen rémségesen bólogató, automatizált kézi váltó. Ezek azok a korzák egyébként, amik nagyon olcsón kaphatók nyugaton, mert az Easytronic sokszor betolik, hogyha szerencséje van a próbálkozónak, akkor egy 30-40 ezer forintból javítható, hanem akkor meg 120 ezerből, és akkor nem érte meg megvenni a váltóhívás autót. Egyelőre a Fabia segít nekünk takarékosan vezetni. Egyrészt ugye a műszerfal középső kijelzőjén felső sarokba egész apró számokkal kiírja, hogy éppen melyik fokozatot érdemes szerinte használnunk. Nem szabad ezt szentírásnak venni szerintem, de gyakorlatilag a minél kisebb fordulatszámhoz ragaszkodik. Olyannyira, hogy ameddig az autó nem rángat, addig véletlenül sem írja ki, hogy vissza kellene kapcsolnunk, még emelkedőn se, vagy gyorsításkor sem. Viszont a fedélzeti számítógépben van egy green score, tehát a vezetésünk környezetbarát volt elő grafikon. Minél kevesebbet fogyasztunk, annál vaskosabb zöld oszlopokkal jutalmaz így bennünket az autó. Ebben a kedélyes derengésben, amit biztosít a Swift nekünk, kiszámoltuk, hogy melyik autó mennyit fogyasztott. Most jön a doppergés. Hátulról kezdem, hogy izgalmas legyen. 5,5 litert fogyasztott a Fabia 1000-es motorral, 75 lóerővel. Hát ugye a mezőny legerősebb autója ette a legtöbbet, és az még mindig nagyon-nagyon kevés. A második lett az Opel Corsa, ez 5,03 tized, illetve 300 literrel, tehát 5,03 literrel a Corsa, és újabb doppergés, a legjobb pedig a Suzuki Swift, ami írdésmond 10,4 liter üzemanyaggal tette meg a 210-valahány kilométeres utunkat,
és 4,9 litert fogyasztott, tehát ismét igazolta azt, hogy bármit csinálunk az Ezres Swift-tel, az 1 liter alatt, vagy 5 liter alatt fogyaszt. De örülünk mi ennek? Én azt a... A szubjektív véleményed mondd el az autóipar fejlődéséről, és hogy te ebből a háromból, tehát hogy hol állsz meg a fejlődési szinten? Hogyha szabad bemutatni, én nekem iszonyatosan görcsöl a lábam, mert a Swiftben nem lehet eléggé hátratolni az ülést a mi méreteinkhez, azért egy ilyen diszkrét derékszögben, mint utoljára az 1002-es Zsiguliban. Na jó, azért annál egy kicsit jobb, de az 1002-es Zsiguliban volt ez, hogy az ember mire forró encsre eltekert Budapestről, addigra begörcsölt a lába. Az üléstámát viszont nem lehet elég meredekre állítani, tehát azt a fajta üléshelyzetet, amit oktatnak 3 órás kormányfogással, és hogyha hátradöntjük a vállunk, ne emelkedjék el a támlától, úgy kell megfogni csuklóval a kormány tetejét, azt itt nem tudjuk megcsinálni, mert a támlát nem lehet elég meredekre állítani ebben az autóban. Tehát ilyen apró ergonomiai bakik mellett, én úgy gondolom, hogy ma már a közlekedés, így az M2-esen végigmenni egy ilyen kocsival, komolyan mondom, hogy hátborzongató, és nem azért, mert nem megy eléggé, mert ez úgy harap ez az 1000-es, hogy tényleg széttépi a kasznit, de elmúlt ezeknek az autóknak az ideje sajnos, nekem az az érzésem, tehát minél keletebbre és északabbra mentünk, annál több ember járt ilyen Swift-tel, vagy ennek a különböző változataival, és tényleg nagyon kevés pénzből, nagyon csekély fogyasztással, nagyon megbízhatóan, minimális költséggel leautózhatunk vele, de hát olyan halálfélelemben, amit én mondjuk már nem kívánnék, és 1,3 deciliterrel fogyasztott kevesebbet, mint a C-korza, amiben légzsákok hada és vasak tömege védi az életünket. Egész más hangulattól a két autó, igaz, hogy ez ugye 2 kilót ér, az meg klíma nélkül 450-et, klímával meg 600-tól fölfelé. Tehát van azért köztük árkülönbség is, de kicsit az az érzésem, hogy tényleg ezeknek a Swifteknek elmúlt az ideje.